Köszöntöm nézőinket, Önök Kommenter című magazin műsorunkat látják. Nyáron sokkal több időt töltünk a szabadban, ezáltal sokkal több esélyt adunk a repülő rovaroknak, hogy megcsíphessenek bennünket. Ezek a csípések általában ártalmatlanok, aggodalomra leginkább akkor van ok, ha allergiás reakciót váltanak ki. Vendégem dr. Pap András gyógyszerész. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a kedves tévénézőket. Vegyük sorra, hogy a nyár folyamán lehetőleg milyen repülő és élősködő rovarok csípését kerüljük el, illetőleg hogyan védekezzünk ellenük? Hát rengeteg fajta rovarral találkozhatunk ilyenkor, csak a legfontosabbakat említve, hogy ilyenkor gyakoribb a méh, illetve a darázs csípés. Találkozhatunk ugye szonyogokkal, kullancsokkal, illetve esetleg pókokkal, tehát az utóbbik a leggyakrabban előfordulók. A méh és a darázs csípés ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy hát jó, hogyha az illető tudja önmagáról, hogy ugye esetlegesen allergiás erre a csípésre. Ugye a darazsak ők nem hagyják benne a fullánkokat, hanem visszahúzzák, a méhek viszont ugye benne hagyják a bőrünkbe, és ekkor, hogyha nem tudjuk kihúzni nagyon hamar magát a fullánkot, akkor előfordulhat, hogy ez a méh méreg ez bejut a szervezetünkbe, és ez akár az arra érzékenyeknél súlyos allergiás reakciót alakíthat ki. Ha valaki erre allergiás, és ezt tudja is, az érdemes, vannak receptköteles készítmények, amik ilyenkor megakadályozzák a súlyos allergiás reakció kialakulását, az úgynevezett anafilaxiás sokkot, amikor akár a gége is be tud dagadni, ami ugye nyilván egy nagyon veszélyes állapot és fulladáshoz vezethet. A méh és darázs csípéseknél ez előfordulhat, a szúnyog kullancs csípéseknél természetesen ez úgymond egyszerűbbek és gyakrabban tudunk találkozni, velük szerencsére ezek nem ennyire súlyos, nem okoznak ennyire súlyos tüneteket. A szúnyogok ugye nagyon sokfajta betegséget terjeszthetnek, szerencsére Magyarországon nem nagyon jellemző rájuk, hogy fertőzőek lennének a kullancs, vagy pontosan a szúnyogcsípések. Előfordulhat, ha esetleg elutazunk trópusi országba, hogy találkozhatunk olyan szúnyogokkal, amik esetlegesen betegségeket tudnak okozni. Ezek között a legismertebb ugye a malária, tehát aki a trópusokra tervezne utazni, érdemes olyan gyógyszereket szedni, amik megelőzik esetlegesen a malária fertőzést, és a trópusi utazás követően meg érdemes itthon Magyarországon is szednie ezeket a úgynevezett antimalária ellenes gyógyszereket. A kullancs csípés esetében pedig nagyon fontos a két betegség, a Lyme kór, illetve a kullancs encefalitis betegség terjeszthető. Nyilván védekezhetünk ellenük, de sok esetben olyan kis apróak is a dús növényzetből könnyen nem kell erdőbe menni, elég sétálni egy parkba, könnyen az ember testére tudnak jutni, és szépen beleforják magukat. A kullancs encefalitis ellen viszont szerencsére van védőoltás, ezt mindenki számára javasolnám, hogy adassák be, gyerekeknek és felnőtteknek is. Ugye ezt az oltási sorozat elvégzését követően 3 illetve 5 év múlva érdemes megismételni. A kullancs encefalitis egy olyan betegség, ami az agynak a velőjét begyullasztja, ezáltal megnagyobbodik az agy, nyomja a koponyát, és ezáltal, hogyha ez nincsen megfelelően kezelve, akkor súlyos akár agykárosodás is történhet. Nem tudom, mennyire ismerik a kedves nézők Monspart Sarolt a történetét, ő nagyon híres tájfutó volt, 80-as évben is elkapta ezt a akkori nem létezett védőoltást, ezt a kullancs encefalitis nevezetű betegséget, és sajnos újra meg kell tanulni neki járni ezt követően. Úgyhogy ebből az okból kifolyólag ez nagyon-nagyon ritka dolog, de előfordulhat, viszont ha valami ellen védekezhetünk, akkor érdemes védekezni. A másik, ugye, amit említettem, pedig a Lyme kór volt, ez egy bakteriális fertőzés, amit ez sokkal gyakoribbak fordulnak elő a kullancsokban. Ha valakit kullancscsípés ér, akkor érdemes a kullancsot eltenni, szépen ki kell szedni ugye az ember bőréből. Sokan izgulnak ilyenkor igazából, hogy mit is kell pontosan tenni. Nagyon egyszerű, igazából csak el kell távolítani a belénk forrodott kullancsot, és ezt követően le kell fertőtleníteni a területet. A kullancsot pedig el kell tenni, és érdemes a patikákban található kullancsokon elvégezhető Lyme kór tesztet elvégezni a kullancson, és ebben megtudjuk azt pontosan, hogy a kullancs fertőzött volt-e Lyme kórra vagy sem. Ha valakit megcsíp a kullancs, és a kullancsot nem sikerült eltenni, akkor a csípés követően 2-3 héttel később érdemes elvégezni a Lyme kór tesztet, ez már az emberi vérből mutatja ki, hogy valaki fertőzött-e vagy sem. Gyakran a kullancs csípések körül egy ilyen gyűrűszerű
pirosodás fog kialakulni, de nem minden esetben okoz sajnos a Lyme-kór ilyen tüneteket, de valaki ezt észleli, hogy a csípés körül egy tányérszerű pirosodás alakul ki, vagy gyűrűszerű pirosodás alakul ki, akkor az nagyon valószínűség szerint Lyme-kór. Ha valakit viszont megcsíp a kullancs, szúnyog, akár a pók, akkor ezt követően pirosodás alakulhat ki, vagy akár ugye a darás és a mélycsípésre is ez érvényes, és helyileg alkalmazható krémeket, kenőcsöket, amik úgynevezett antihisztamin tartalmúak, hűsítőek, ezeket lehet alkalmazni. Ha súlyosabb eset van, akkor pedig szájon átszedhető antihisztamint érdemes még szedni. Nyáron a napsugárzás káros hatásai ellen is védekeznünk kell, hiszen a hőguta vagy napszúrás extrém esetben halálhoz is vezethet. Beszéljünk egy kicsit a napszúrás okairól. Hogyan alakulhat ki? Hát a napszúrás ugye a kánikula idejében, amikor nagyon-nagyon meleg van és erős a napsugárzás, akkor alakulhat ki. Ugye először, ha úgymond a sugárzás időtartamát nézzük, először napszúrás alakulhat ki, és ezt követően pedig, hogyha nagyon sok ideig éri az emberi testet, elsősorban ugye a fedetlen fejet a napsugárzás, akkor hőguta alakulhat ki. Nagyon fontos éppen ezért, hogy a nyári időszakban megfelelően védekezzünk a napsugárzás ellen. A napszúrás az pontosan úgy alakul ki, hogy mint említettem, a fedetlen fejet hosszú időn keresztül éri a napsugárzás. Ugye azoknál az embereknek, akiknek kevesebb hajuk van, esetleg mondjuk gyerekeknél vagy időseknél, ez fokozott a probléma. A beérkező napsugárzás gyakorlatilag a fejbőrt és az alatta lévő, hát akár az agyhártyát is fel tudja melegíteni, és éppen ezek tudják gyakorlatilag okozni ezeket a kellemetlen tüneteket. Ha nagyon sokáig történik ez az expozíció, mondjuk például, ha valaki nagyon sokat dolgozik fedetlen fejjel, mondjuk akár fűnyírás, vagy kerti munka, vagy akár építkezésen, stb. Vagy ha valaki mondjuk például elalszik a strandon, ez még ami gyakran van, elő szokott fordulni, akkor alakulhatnak ki ezek a napszúrásszerű tünetek, de valaki nagyon sokáig éri a napsugárzás, akkor az agyhártya annyira fölmelegszik, hogy ez klinikai tüneteket is tud okozni, és ugye ezt nevezzük hőgutának. Mik a napszúrás tünetei? Hát a napszúrásnak ugye az egyszerű tünetei, hogyha nem ér tényleg sokáig minket a napsugárzás. A legfontosabbak ugye a fejfájás, ami a melegség következtében alakulhat ki, illetve előfordulhat hányinger, esetleg hányás. Ezek a napszúrásnak a leggyakoribb tünetei. Ha valakinek esetleg hőgutája van, akkor pedig már valószínűleg szükséges orvoshoz mennie. Hogy néz ki a napszúrás kórlefolyása? Mennyi idő alatt gyógyulhatunk meg belőle? Hát viszonylag hamar lehet ebből meggyógyulni, ha valakit ugye napszúrás ér, akkor érdemes ugye hűvös szobába mennie, folyadékot pótolnia, hiszen ha valakit nagyon nagy dózisban ér a napsugárzás meg a hő, akkor ezt követően nagyon sok folyadékot veszít az izzadás formájába. Érdemes sós vizet innie, vagy én hígított gyümölcslevet szoktam még javasolni, és ez segíti, hogy megfelelően hasznosuljon a folyadék, amit ugye megiszunk. Ezt követően, ha folyadékpótlás történik, illetve hűvös szobában kicsit tudunk pihenni, akkor a napszúrás tünetei azok nagyon-nagyon hamar abba tudnak maradni, és éppen ezért figyelni kell, hogy ezek 24 órán belül megszűnnek-e vagy sem, mert ha nem szűnnek meg, akkor érdemes orvoshoz fordulni a tünetekkel. Akinek volt már napszúrása, az a későbbiekben érzékenyebb lehet rá? Hát igazából nyilván, ha valaki érzékenyebb ugye a napsugárzásra, akkor valószínűleg, azt gondolom, de megfelelő védekezéssel gyakorlatilag a napszúrást ellen kellően tudunk védekezni, hogy ismét ne alakuljon ki. Lehet a napszúrásnak szövődménye? Maradhat? Hát maradhat, ugye, hogyha a napszúrásból hőguta alakul ki gyakorlatilag, ugyanis ha valaki tényleg tartósan, nagy dózisban éri a meleg, akkor a szerzett hőháztartása felbomlik. Az agy gyakorlatilag felmelegszik, megduzzad, és hasonlóan, ugye, amit említettem, a kullancs encefalitiszhez hasonlóan, az agy nyomódik, és akár károsodhat is. És éppen ezért a hőgutánál akár kóma, eszméletvesztés is kialakulhat, és ilyenkor nem minden esetben természetesen, de kialakulhatnak szövődmények. Az agy bármelyik területét érinthet egy gyakorlatilag a károsodás. Éppen ezért nagyon fontos, még ha már ezzel kapcsolatban megemlíthetem, az autóba felejtett gyermeket, illetve állatot, ugyanis náluk is nagyon-nagyon könnyedén kialakult a hőgutára jellemző bármilyen tünet, és előfordulnak sajnos olyan esetek is, ugye a hírekben néha lehet olvasni, hogy hallani róla, hogy sajnos az ott hagyott gyermek
sajnos elhalálozott az autóban, és olyan hirtelen fel tud melegedni napon hagyott autó, vagy akár állatoknál is, annyira könnyen fel tud hevülni gyakorlatilag a test, hogy az akár hőkutát okozhat, ami súlyos károsodást, vagy nagyon-nagyon rossz esetben halált is okozhat. Beszéljünk egy kicsit a bőrvédelemről. Hogyan védekezhetünk a leghatékonyabban a káros napsugarak ellen? Hát a káros napsugarak ellen ugye legfontosabb, hogy fedett fejjel közlekedjünk a nyári időszakban, akár strandon. Egyszerű szalmakalap az nagyon-nagyon egyszerű megoldást tud lenni, de ha fedetlen testrészen megyünk egy napra, ugye például a kertbe vagy a strandra, akkor érdemes megfelelő naptejet, napkrémeket használni. Ezekből nagyon sok fajta van. Ugye nagyon gyakori, hogy valaki allergiás esetlegesen egy adott naptejre, napkrémre. Ezek alapvetően azért alakulnak ki, mert az a molekula, ami igazából fényvédelmet okozza, azok az úgynevezett kémiai fényvédők, ezek allergizálhatnak könnyedén. De számukra van egy megoldás, az úgynevezett fizikai fényvédők, és ezeket szoktuk amúgy a gyógyszertárban is javasolni, hogy a újszülötteknek, illetve olyan gyermekeknek, akiknek nagyon-nagyon vékony még a bőre, nagyon-nagyon kicsik, nagyon-nagyon fehérbőrűek, könnyen allergizálódnak a bőrterületei, nekik a fizikai fényvédőt javasoljuk, ugyanis ezek olyan hatásúak, olyan módon történik meg ugye a napsugárzásnak a visszaverődése, ami fizikai szemcsék formájában történik meg. Még a kémiai fényvédők esetében, ugye szépen bekenjük a bőrükbe, ez fel fog szívódni gyakorlatilag ez a kémiai fényvédő molekula, ezáltal allergizálhat. Viszont a fizikai fényvédők nem fognak felszívódni a bőrünkbe, hanem rajta van a bőrünk felszínén, és ezáltal történik meg a napsugaraknak, a káros napsugaraknak a visszaverődése. Kedves András, köszönöm a beszélgetést, és hogy a vendégünk voltál. Kedves nézőink, önöknek köszönöm a figyelmet, gondtalan szép nyarat kívánok, viszontlátásra!